amikor megnyeri az ember a bajnokságot, és azért játékosként is, hál' Istennek, volt benne részem itthon is, külföldön is, akkor még ezt nem tudtam. Tehát ezek a bölcsesség azért nem 12-14 éves korban keletkeztek, amiket itt próbálok megosztani veletek. Nem feltétlenül a lényeg az, hogy mindig nyerjél, hanem az a lényeg, hogy versenyképes legyél, hogy ott legyél. Ha te ott tudsz lenni az elsők között mindig, és be tudsz jutni csapatként az elsők közé, akkor nagyon sok olyan dolog is közrejátszik abban, hogy nyersz vagy veszítesz, ami nem rajtad múlik, ez az egyik, és mind a kettőből kell tanulni, a győzelemből is és a vereségből is. Örülni kell, meg kell ünnepelni, de utána dolgozni kell a következő, és azért kell dolgozni, hogy egyrésztől versenyképes tudjál maradni, másrésztől, hogy a lehetőleg meg tud védeni azt, amit egyszer megnyertél. Tehát ezt már nem veti el senki, az biztos, viszont a legnehezebb újban megvédeni. És akkor is valahogy sikerült, mert azért nektek ilyen szempontból is nagy szerencsétek vannak, hogy olyanoktól tanulhattok, akiknek azért a pályafutásuk elég szép dolgokat tett le, úgymond a kosárlabdás asztalára, és ezért is jó végignézni nem csak az ásdókat, mert valahol azokat a üres vitrineket hiányolva az ő pályafutásukról képeket ki kell tenni, hogy minden nap lássátok azt, hogy kik azok az emberek, akikkel örülvesznek benneteket. Jó lenne, ha lenne az ország különböző végeiben egy, még egy vagy még kettő ilyen, de egy van jelen pillanatban ilyen az országban, és én nagyon örülök, hogy van egy ilyen édesítmény. Nektek nagyon nagy szerencsétek van, hogy itt lehettek, és ilyen körülmények között dolgozhattok, és erre legyetek büszkék. Itt már csak egy dologra van szükség nektek, az, hogy dolgozzatok. Minden is rendelkezésre áll arra, hogy a lehető legtöbbet hozzátok ki magatokból. Ez a közeg, amiben ti vagytok, lehet, hogy most nem látjátok, de az életetek során olyan muníciót fog nektek adni, ami majd nagyon fontos lehet.